A kecskeméti Bólyai János Gimnázium sikeres pályázónak számít, ugyanis már harmadik alkalommal támogatja az intézmény fejlesztését a Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. Local Care programja. Az eszközbeszerzési folyamat 2 évvel ezelőtt kezdődött a fizika és a kémia terem felújításával. A támogatásból akkor bútorokat és tanulókísérleti eszközöket vásároltak. Ebben az évben az iskola 3 millió forintot nyert a pályázaton. Dr. Főzőné Tímár Éva, a gimnázium igazgatója elmondta, idén a biológia és az informatika oktatást tették színesebbé a támogatásból. Tanulói és tanári mikroszkópokat, valamint kamerákat vásároltak, mely által a diákok az élő természetet tudják megfigyelni, vizsgálatokat tudnak tenni, saját tapasztalatukra építve szereznek tudást. Az intézmény eszközparkját gazdagítja egy 3D nyomtató is, mely az informatika mellett más tantárgyak elsajátítását is segítheti majd a jövőben. A természettudományos tárgyak támogatása a műszaki termékeket előállító cégnek szívügye, mondta Bíró Attila, a vállalat igazgatója. Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetője pedig kiemelte, nagyon jó helyre került a 3 millió forintos támogatás. Ugyanis a bólyai sok a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken egyaránt sikeresek. Az iskola minősített tehetséggondozó műhely és európai tehetségpont sok kiváló eredménnyel. A színes műsor és a köszöntő beszédek után táblaavatás következett, majd a vendégek betekintést nyertek a kémia szaktanteremben folyó munkába, és végül megcsodálhatták a telefontartót, amely időközben elkészült az új 3D nyomtatónak köszönhetően.